2002 telén indult el először a felnémeti teremlabdarúgó bajnokság, ami a legrégebbi ma is élő versenysorozat városunkban. Kovács Péter szervező és a jelentkező együttesek előbb a Tinódiban, majd a Ráczhegyi Általános Iskolában, végül pedig a Pásztorvölgyiben találtak otthonra. A 18. felnémeti teremlabdarúgó bajnokság 2019-20-as idénye tavaly december 7-én kezdődött. Szerintem utóbbi 5-6 év legerősebb bajnoksága lesz, én úgy gondolom. Tehát nagyon, van egy 3-4 csapat, ugye, aki évek óta a dobogót úgymond cserégeti egymással. Volt a végén is a 2-3 csapat, aki a végét cserégette. Nem merem azt mondani, hogy most, tehát papírforma alapján azt mondom, hogy most talán egy van, aki egy picit ott a háttérben van, aztán ott a középmezőny, az a 7-8 csapat, az teljesen kiegyenlített, amilyen napot kifognak egymással, tehát bármilyen eredmény előfordulhat. Úgyhogy szerintem nagyon erős bajnokság lesz. Konkrétan új csapat, az végül is teljesen új csapat, az csak egy van, az a Cetel Fungária Kft. Illetve van 3 vagy 4 névváltott csapat. Tehát van itt a Bogács Termálfürdő, az a tavalyi Marienka étterem volt, akkor a Kertház Centrum, az az Isten mezőjé csapata volt tavaly, van a Good Pass. Hát ők félig új, félig nem új. A fele azt mondták, hogy a Torpedónak a alapcsapata, ők is ugye többször fordultak már itt a bajnokságon. Másik fele azt mondta, hogy új, tehát így akkor lehet mondani, hogy ők is új csapat. Bumerang ugye a saját csapat, hát azt persze én felejtem el. Mi meg a első édes magyar Kft. Néven megyünk, ilyen szponzort találtunk. Aztán ennyit, tehát még mondjuk a Protek egészítette ki, ugye, hogy Egerszalókkal a nevét, Protek hangácsi pincészet. Az elmúlt szezonban 14 csapat folytatott 13 fordulón keresztül látványos és izgalmas küzdelmeket, ez idén sem volt másképp. Tavaly februárban az utolsó forduló döntött a bajnoki cím sorsáról, amelyben az Egerszalók, az Egerszólát és a Felnémet volt érdekelt. A szalókiak az utolsó fordulóban a Felnémetet legyőzve lettek 2012 után ismét bajnokok. 2019. december 7-én és 8-án szombaton és vasárnap az első két forduló mérkőzéseivel kezdődött a felnémeti teremlabdarúgó bajnokság. A meccseket a Pásztorvölgyi tornatermének adottságaihoz igazítva rendezték, vagyis nem palánkra, hanem vonalra játszották, 5+1-es felállásban 2x20 perces találkozókkal, a félidőben 1 perces szünettel. Csapatonként 15 játékos volt nevezhető a téli teremtornára. A nyitó meccset az elmúlt szezonban 8. kis felnémet, vagyis az Ultimate Team és a 13. sportszelet játszotta, amit az Ultimate Team 3-0-ra nyert meg. Az első forduló meglepetése, hogy a Bélapáti Szilvás ifjak 2-1-re nyertek a bajnok Protek Hangácsi Pincészet Egerszalók ellen. A többi találkozó az esélyes csapatok győzelmét hozta. Míg a Hunita Trans 4-0-ra nyert a Bosz Team ellen, addig a Felnémet FC 4-1-re az Üzni Hajtani Brigád ellen, valamint az első ides magyar Kft. És a Cete Fungária Kft. Mérkőzésen 4-2-es első ides magyar Kft. Győzelemmel zárult. A Kertház Centrum igazi gólzáporos meccsen 8-4-re győzte le a Bogás Termálfürdőt, míg a Finja FC 7-1-re a Good Pass csapatát. A teremfoci iránt érdeklődő szurkolóknak állandó hétvégi programot nyújtottak a Pásztorvölgyi iskola tornatermében rendezett mérkőzések, hiszen 2019. decemberétől szinte minden hétvégén 2 fordulóval várták az érdeklődőket. A 3. forduló után már csak 3 hibátlan csapat maradt, közülük az Egerszóláti Finja FC vezette a tabellát. Akkor nem volt jó paszban a Good Pass, hiszen 7-0-ra nyert ellenük a Kertház Centrum, vagyis az Isten mezeje. A Cete Fungária sem járt jobban, ők az Egerszóláti Finjától kaptak egy 9-est, a Felnémet x-elt a Bossal, az Üzni Hajtani 2-0-ra nyert a sportszelet ellen, a Hunita pedig kikapott a Bogácsi Termálfürdőtől. Az Ultimate Teamnek 2-1-re sikerült győzni a Bélapáti Szilvási ifjak ellen, míg a Protek Hangácsi Pincészet Egerszalóknak 3-2-re az első édes magyar Kft. Ellen.
Négy fordulóval később már csak az Eger Szóláti Finja LC volt 100%-os, ehhez az kellett, hogy egyrészt a szólátiak legyőzzék a kis felnémetet, vagyis az Ultimate Teamet 4-2-re, illetve kedvezően alakuljon a Kertház Centrum Protek Hangácsi Pincészet Eger Szalók összecsapás eredménye, ami végül a szalókiak 3-0-ás győzelmével zárult. A Bogács 4-2-re nyerte a CETEF Hungária ellen, a mínusz egy ponttal a táblázat végén álló Gutpass ezúttal kivágta a rezet, legyőzték az esélyesebb Hunitát. A felnémet golffesztivált rendezett, amit a sportszelet bánhatott. Az üzni hajtani brigád a londoni 6-3-at idézte, amihez az angolok dublőr szerepét az elsőides magyar Kft. Vállalta. A bélapáti szilvál sífjak a papírformának megfelelően nyertek a Bossal szemben. A felnémeti teremlabdarúgó bajnokság 11. fordulója után már 6, illetve 7 pont előnye volt az üldözőkkel szemben a Finja FC-nek. Mögöttük a Kertház Centrum és a Bélapáti Szilvás ifjak helyet cseréltek a dobogón. Bár még 2 forduló hátra volt, de már csak matematikai esélye volt annak, hogy a szólátiak ne szerezzék meg a 4. bajnoki címüket. Nagyon nehéz volt a bajnokság is. Nem hiába a Kertháza 2., valószínű itt is maradnak. Nagyon jó játszanak, összeszokott csapat, tavaly is ott voltak, tavaly előtt is, de tulajdonképpen az összes csapat remekül teljesített. Igen, sajnos a fiúk mindig a szívinfarktust hozzák rám minden meccsen, de helyén van a szívük, az eszük, mindig oda teszik magukat. Ez a bajnokságban tényleg maximálisat nyújtottak, 100%-on mentek. Egy-két meccs volt, ami olyan gyengébbre sikerült, de a tavalyi nagy pofon, mert ezt kudarcnak éltük meg a 2. helyet, de kellett ez a nagy pofon ehhez a bajnokság megnyeréshez. A 11. fordulóban a Hunita Transz 2-1-re győzött az üzni hajtani brigád ellen, a Finja FC és a Kertház Centrum találkozója mellett szintén 1-1-jel zárult a CETEF Hungária Kft. És a sportszelet mérkőzése, valamint 5-5-ös döntetlennel a Bogás Termálfürdő és az elsőédes magyar Kft. Párharca. A Gutpass 2-1-re kikapott a Bélapáti Szilvási ifjaktól, a Protek Hangácsi Pincészet Egerszaló pedig 1-0-ra a felnémet FC-től. Az Ultimate Team gólzáporos meccsen 6-0-ra nyert a Bos Team ellen. A Bélapáti Szilvási ifjak és az üzni hajtani brigád mérkőzésével kezdődött a 18. felnémeti teremlabdarúgó bajnokság 13., vagyis az utolsó fordulója az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium tornatermében. A 6-2-es Bélapáti Szilvás ifjak győzelem egyben a 2. helyet jelentette a csapatnak. Tudtuk, hogy nyernünk kell, tudtuk, hogy ha a saját játékunkat játsszuk, akkor nem lesz probléma, és szerencsére sikerült is. És hogyan éreztétek magatokat így a bajnokság alatt? Nagyon-nagyon jól éreztük magunkat a bajnokságon magunkat, mindig nagyon szívesen jövünk erre a bajnokságra. Az volt igazából a célunk, hogy az első 5-be valahogy férjünk be. Nagyon nehéz sorsolást kaptunk. Az első 7 fordulóban játottunk a bajnokkal és a tavalyi dobogósokkal is. Szerencsére nagyon jól jöttünk ki belőle, és onnantól kezdve már igazából úgy gondoltuk, hogy előttünk van a lehetőség, és megpróbáljuk kihozni a maximumot ebből a bajnokságból. Az utolsó fordulóban a Finja FC 1-1-es döntetlent játszott a címvédő Protek Hangácsi Pincészet Eger Szalókkal. A Bos Team 4-2-re győzte le a sportteletet, mint ahogy a Gutpass is 4-2-re nyert a Bogás Termálfürdő ellen. A CETEF Hungária Kft. 4-1-re kapott ki a Kertház Centrumtól, míg az elsőédes magyar Kft. 5-1-re az Ultimate Teamtől. A felnémet FC igazi gólzáporos meccsen 9-2-re győzte le a Hunita Transzt. A 18. felnémeti teremlabdarúgó bajnokság aranyérmese 11 győzelemmel és 2 döntetlennel a Finja FC lett. Az ezüst a Bélapáti Szilvási ifjaknak, a bronzérem pedig a Kertház Centrumnak jutott. A 4. helyen a felnémet FC, míg az 5. helyen az Ultimate Team végzett. A tabella végén pedig a 12. helyen a Bogás Termálfürdő, a 13. a CETEF Hungária Kft., a legutolsó, vagyis a 14. a sportszelet csapata lett. A gólkirályi címet 21 találattal az Eger Szóláti Bai Ádám szerezte meg, a legsportszerűbb csapat a felnémet FC, míg a legjobb játékvezető Rácz Károly lett.